Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Star Stable videóban. A mai videóban elmondanám, hogy mi is jött be a héten a szerdai frissítéssel. Vágjunk is bele! Az első ilyen nagyobb dolog úgy mond, az az, hogy érkeztek be ingyen kis állatok, akiket ugye ingyen meg lehet szerezni. Kétszörös kis társa baszt alatt segítsetek egymásnak, hogy felfedezzétek rejtek helyüket és titkos igényeitket. Fontos, hogy itt a Tudj meg többetnél nem jelent meg semmi ö, semmi újdonság feladatként, ugyanis ezek a kis állatok minden nap máshova kerülnek, ö, aki csinálja a napi feladatokat, az már találkozhatott is velük. Ö, ugye egy macska és egy kutya van, szerintem amúgy nagyon édesek, mindenképpen meg fogom őket szerezni valamelyik nap. Ö, annyit kell még róluk tudni, hogy úgy tudjátok megszerezni őket, hogy ö, az igényeiket teljesítitek. Ez annyit tesz, hogy igazából visztek nekik pár cuccot, ezt úgy kell érteni, hogy szükségetek lesz például aranyra, ö, nem is tudom, azt hiszem, hogy csalétkákra is talán. És azt hiszem, hogy a kutyushoz kell még egy renegát maszk is, amit akkor is meg tudtuk amúgy szerezni, ha nem vagytok még úgymond tagok a renegátoknál, nem nyitottatok ki annyi ládát. Igazából ez úgy megoldható, hogy, hogy van egy kis bozót, nem messze a renegátoknak a helyi, helyétől igazából, és a bozótban találhatom meg az a kis kendő um, szóval ennyit kéne róluk tudni és utána viszont a tiétek lehet, és azt csináltok vele, amit akartok. Ez igazából szinte ingyen van, ami jó, mert amúgy viszont két kis állat kerülne úgy 700 eszébe, szóval amúgy az úgy rengeteg. A másik dolog, ami beérkezett még a játékba szerdán, az nem más, mint új szettek. Ha jól tudom, ö, ide rakták be, igen, itt viszont nem tudom, hogy melyik az új, mert mindegyiket annak írják ki, ez tuti, hogy új, de igazából nem is tudom, lehetséges, hogy pár darab bent volt, de tudom, hogy behoztak. Hát, akinek van kis felesleg zsetonja, az, az vásárolhat. Igazából ugye tudjátok, hogy itt be lehet váltani az aranyokat zsetonra, és így mégis tudtok szerezni napi aranybeváltás zsetonra, 50-et 5 zsetonra, 40-et 4 zsetonra, 30 3-ra, és így tovább. Ö, viszont, amit még hozzáfűznék amúgy így a kisállatokhoz, hogy mindenképpen vigyetek magatokkal szörnyriasztót szörny és csalétket is, mert szerintem mind a kettőre szükség lehet, ugyanis rengeteg vadállat van, és van, hogy a farkasoknál van, a kutyús és a medvéknél is volt már, ha jól tudom, csütörtökön volt talán a medvéknél, vagy szerdán, nem is tudom. Ö, szóval így tudjátok őket megszerezni, Ö, Szerintem amúgy ez egy jó dolog, tényleg azért, mert drágák a kisállatok, Uh, és örülök annak is, hogy szettet behoztak, mert amúgy szerintem jól néznek ki. Mindenképpen meg fogom fontolni, hogy megveszem valamelyiket. Mondjuk ez nekem amúgy nagyon tetszik, szóval uh, mindenképpen veszek valamit. És még annyi, hogy uh, majd egyik nap mindenképpen megnézem, hogy hol van a kisállat, és uh, be is szerzem majd őket, amint lesz rá lehetőségem. Ezt úgy értem, hogy van elég aranyam, meg ilyenek. Ugyanis nem sokat vagyok fent mostanában SSO-n. Igen, nyárban, de most sem. Ö, szóval nem szoktam így napi feladatokat csinálni, bányászni sem. Így is csak 177 aranyam van, na mindegy. Ö, szóval igen, igazából ez a frissítés, és két hét múlva igen, két hét múlva megy ki ez az egész kis Veszternes dolog. Amúgy érkezett be egy új promóciós kód, amit ide le is írok. Ö, még az előzőt is ide gyorsan leírom. Az előző ugye öt csalé három csalétkát adott, igen, három csalétkát, a mostani pedig öt ilyen szörriasztót. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Legközelebb találkozunk, sziasztok!